szabadidőmnek a 90%-át a családom teszi ki, és többek között a gyermekeim. Úgyhogy hát kettővel sokkal nehezebb, mint egyel. Több a feladat, de ugyanakkor talán boldogabb is vagyok, hiszen két helyre tudom átadni azt a szeretetet, amit érzek irántuk. És te egyébként milyen vagy? Te apuka vagy, vagy pedig te vagy a feleségednek a harmadik gyereke? Ha így nézzük. Hát ez látod, egy nagyon jó kérdés. Ő szerinte leginkább a harmadik gyermek vagyok sokszor, de szerintem ez így van rendjén, ez így jó. Én úgy gondolom, hogy megpróbálom maximálisan ellátni azokat az apai teendőket, amit egy apának kell, de ugyanakkor megpróbálok a gyerekeknek a játszótársa is lenni, ha úgy tetszik. Nehéz olykor választani, hogy most a kisebbikkel játszol, vagy a nagyobbikkal? Vagy nagyjából meg tudjátok oldani egyszerre? Hát nem könnyű, mert a pici azért még 8 hónapos, most van a 9. hónapban, vele azért még annyira nem könnyű összehangolni, de azért igyekszik az ember mindig úgy alakítani a programot, hogy mind a kettőnek jó legyen. És a nagyobbnak van már feladata? Hogy neki mit kell csinálni? Hogy ő is kivegye a részét gyakorlatilag a picinek a neveléséből? Igen, nagyon aranyos ebből a szempontból, mert rengetegszer próbál neki segíteni, próbálja tanítgatni, megnyugtatni, ha úgy van, úgyhogy hogy nagyon, nagyon aranyos nővérként működik közre nálunk. Mennyi a különbség közöttük? Két év? Két év, két nap hiány, két év. Ezt így szerettétek volna, hogy nagyjából a gyerekek így összenőjenek, és majd egy után nyilván össze is fognak nőni, vagy így hozta az élet? Nem, ezt így terveztük, hogy két év legyen közötte, már erről már beszélgettünk, hogy most az elején ez nem biztos, hogy a legideálisabb, hiszen a nagyobbtól így azért van, amikor meg kell vonni ezt-azt, de azért úgy gondolom, hogy később, egy-két-három év múlva ez egy ideális különbség lesz kettőjük között. És ugye a nagyobbik, hogy akkor most már 3 éves lesz, akkor az azt jelenti, hogy most már babáznod is kell? Igen, megesik, hogy a puci babázik. És hogy bírod? Jó, én nagyon szeretek babázni. Mi az, amit leginkább szeretnek játszani? Tehát ugye a kicsi nyilván, ő még csak most kezdem majd pakolni, de nagyobbik, mi az, amit leginkább szeret mostanában játszani? Neki mi okoz a legnagyobb örömet? Hát a kicsi leginkább azt szereti, amit nem lehet. A nagy leginkább babázni, mint már említetted, azt nagyon szereti, és hát a duplózást, a legókat nagyon, nagyon szereti, annak ellenére, hogy ő ugye kislány, de nagyon szeretünk építeni. Mit szoktatok építeni? Bármit? Bármit. Amihez kedve van, ami eszébe jut, amit megálmodott éppen aznap éjszaka, úgyhogy bármit megépítünk. És itt laktok Győrhöz közel, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehet menni akár nap mint nap a természetbe. Ki tudjátok ezt használni? Ez neki fontos? Hát ebbe az utóbbi egy-két hétben nem, hiszen most a gyerkőcök elég sokat betegeskednek, de mivel kertes házban lakunk, ezért mindenképpen ki tudjuk használni, hiszen ott van a kert, ott van a zöldövezet, ezt maximálisan ki szoktuk használni, ha az idő engedi persze.